szín árkában rengeteg operát dirigálhat, és az egyik szimfonikusokkal koncertezett. Nagyon jó és kollegiális munkakapcsolatban dolgoztunk együtt hosszú-hosszú éveken keresztül. Igen, 5,5 tulajdonképpen. Tehát az átadás átvétel ceremóniáját megcsúszott valami éppen akkor körvényi kosz miatt, és így nekem még fél évet rá kellett húznunk. De tulajdonképpen a Sándor pozícionálásával nekem elévülhetetlen érdemeim van, ugyanis én azt láttam, hogy egy érdekérvényesítő karizmával rendelkező kulturális felsővezető, egy menedzser alkotó felsővezető, nagyon is elképzelhető civil direktornak a mai világon, amikor alakul nem mellesleg az én 23 évvel ezelőtti kezdeményezésem nyomán pici történelmi késéssel a színházi törvény, ami most előadóművészi törvényként látott napvilágot, és köszönő viszonyban nincs azzal, hogy én gondoltam erről, hogy vennie kell. Ugyanakkor azt láttam, hogy azokat az eredményeket, amiket én elértem, a Gyűlisegy nagyon tehetségesen lopta el tőlem és a Fővezi Nemzeti Színháztól. Tehát mindenféleképpen úgy tűnt nekem, hogy a helyemet egy olyan karizmatikus vezérűzőnek fogom tudni átadni jó lelkismerettel, aki intézményvezetésben, munkajogban, szinte évtizedes felsővezetői tapasztalással jól fogja csinálni a dolgát. Nem ez az első és utolsó kérdése. Nem értek. Márpedig ez egy olyan foglalkozás, ha hiszitek, hanem, hogy tök mindegy, hogy én reggel fölébredek, elájulhatom a gyönyörűségtől, hogy én itt vagyok, és hogy de szép ember, hogy keresve se találok különbet okosabbat, rátermett szertet nálam, és itt be is fejezem az érdeklődésemet a világgal kapcsolatban. Ez nem az a foglalkozás. Ráadásul keverik ezek a mai úgynevezett kis közép- és felsővezetők a hatalom fogalmát a szakmaiság, a szakmapolitizálás, a szakszerűség által kivívott anélkül tekintélyelből lennék tekintélyel. Nekem nem kell villogtatni a fejemen, hogy én vagyok a főigazgató úr. Engem nagyon keveset gondoltat így, hogy főigazgató úr. Sokkal inkább húzottat, hogy maga. Mert azt az imidzset árasztottam, amíg én dirigoltam, hogy a Szegedi Nemzeti Színház az én családom. És ennek a családnak az érdekeit kell képviselnem, ha törik haszak. Ha hokezira kell hánulni, hogy a 2,76 m-es Boszka Lacinak a szemébe mondja, hogy ez nem megy, akkor a hokezira álltam és kiabáltam vele. De kiabáltam én mindenkivel, beszekedtem, ütköztem, kufferzónában voltam, de nem magam miatt, hanem az intézményem, a családom. Ez egy lényeges paradigma differencia köztem és a magyarországi megszokott átlagos felsővezetői attitűdhöz képest. Ráadásul a hatalom, mint olyan, tehát a hatalom szót vagy fogalmat is szerintem teljesen félreértik. Tehát ma a hatalom kérdése, amikor itt sorsról, programról, projektről, szezon sorozat tervezésről szólok, a hatalom egy bakvit. Kapcsolati tőke, tehetséges tárgyalókészség, sárom, elveszett feleségünk a PESZ-ARSZ akkor is szintű áradó kommunikációs zsenialitás addig. Ez egy személyes beszélgetésben, amikor azt mondta, hogy a király előttihez viszonyítésre 90%-os ember vagy? Ez az ő tökéletes képzetlensége. Egyik nagyon jelentős, stigmatikus pillanat. Május 30-án este telefonált a zsebembe, a bölcsész fiam vette fel a telefont, hogy apu kimmel a garázsba,
nem baj, visszahívom a próbálok a zenekarral, de föl fogom hívni fél óra. Ez volt este fél óra. Én 9:30-kor azzal álltam a telefont, hogy a harmadik próbál, nem ér rá. Reggel kinyitottam a telefont, a töltőből levettem, egy üzenet volt, reggel 7:30-kor, a gyereket elmentem az iskolába, hogy Jocókám, irodában várok a jövő szezonnal kapcsolatos szakmai megbeszélésre. Elérhetőség 9:45, 10 óra 5 percig, vagy 4:12-től 3:1-ig. Felhívta a telefonon, nem vette föl, ki volt kapcsolva, és elmentem, hogy 9:10-kor ott vettem. És 9:10-kor azt mondta, hogy Jocókám, nagyon rossz hír kell neked mondjam. És akkor ezt egy puffer is intézte, május 31-én délben én már tudjam. Ebben semmi meglepő nincs, hiszen én telekönyvileg ismerem az adataimat. Én ügyfiaszható vagyok. Csak a szakmámat is ismerem. Egy színésznek nem lett május 31-én óta összevasz. Mert reménytelen, de családírtás. Tehát ez egyszerűen reménytelen helyzetet generál. Mert minden feladat el kell már a világban. És majd lesz az a combos nyugdíjam, ami és ott van az két pici gyerekkel a nyugdíjamból éljük meg. Igaz, hogy nem megy megépedre, amikor látom, hogy nagyon jól megvettél, hanem 147, de az kevesebb. Vezetek. Nyugdíj. Na, hogy volt ez a, hogy volt ezt a 90%-ot? És kérdeztem, hogy is a jövő az február 1-ig, ugye felmentési időben töltött, tehát nem kell látogatnom a színházat, és a belősségét. Tehát az a jó alatt tudja, hogy nem vagyok házat, de ez is sem nagyobb volt. Tehát akkor azt mondta, hogy akkor viszont, ha és amennyiben akad olyan feladat, ami, akkor a Nemzet Színészének 90%-os tarifájára. Mire azt mondtam, hogy ide a sárkán. Amíg én direktor voltam, amíg Grabba tudtam, hogy kinek mennyi a fizetés, nekem hivatal kötelezettségem volt tudni, hogy kinek mennyi a kázsé. Én most már 5 éve lassan nem vagyok direktor. De 4,5 eltelt. Azóta a hivatali és szakmai kötelezettségem és kötelességem nem tudni, hogy kinek mennyi a kázsé, mert semmi közül. Egyfelől biztosítanak, hogy nekem sok mindegy, hogy a király levente 90%-a az meg. Nekem nem érdekel, hogy az meg. Engem az érdekel, hogyha én valahova szerződöm munkára, én ott 100%-ig akarok jelenleg. És majd én meg ezt hülyeségből mondta, vagy meg akart téged alázni? Ez hülye. Hát, meg akar alázni, de hülye. Mert megalázni úgy is, hogy hívom. Sokat beszéltünk, de szerinted ez a, ennek a Gyüdinek az agyában ez járt? Nem. A Gyüdinek az agyában az járt, hogy a Fidesz helyi komisszárjai rászóltak, hogy na most. Abból lesznek a tettek. És látjuk a cigán gyilkosságokat, látjuk a zsidók elleni atrocitásokat. Megismétlődhet a történelem egy ilyen kis laborban? Igen. Nincs külső igen. Világhelyzet. Igen, ugyanis a dolog tartalmatlansága lélektanilag. Tehát most persze itt mindannyian most ugye egy tündérmesel vakulunk. Most éppen valami. Tehát ebben a fantasztikus tündér parkban élünk a jólét csúcsa felé zuhanva. Azt gondolom, hogy politikailag, erkölcsileg, etikailag sikerült leküzdeni magunkat a békességről a csúcsra. Na már most. Itt a József Attila. Ezen a, igen, ha
bűnök a világban. Itt a tisztesség eltűnt, mint erdőben a barnyon. A fajszerűs világ az most éppen csúcsra járhat. Ebben a világban a megoldás, ebben a gondolkodó, ebben a világban gondolkodó, megoldást kereső pseudopolitikai téves eszmerendszerben, ebben mindig is nagyszerű panel volt a rasszikus. Mindig az volt a megoldás, hogy agyon kell vinni a kótat, majd lesz ő neked. Ki kell nyírni a zsidó, roha, cigány, tüdös, vád, besenyő, avar, kun, éppen tót vagy akárki, és akkor majd lesz olyan olány, büdös lábú nyüstjük olány, ezt ki kell nyírni. Mindig tudunk ellenségképet csinálni, bármelyik óra. Egy kézen módon lehet valahogy menteni a politika malmára hagyva a vizet, mert a kormánypolitika malmára hagyva a vizet. Agyon kell mindenki tudjuk. Kik vannak útban? Cigányok, meg a zsidók. És aztán az antiszemitizmus egyszerűen csak politikai antiszemitizmus szintjére emelkedik. Mert ugye az én történetem az nem 2012-es történet, hanem 2011. júliusi történet, tehát eltelt egy naptár év majdnem, és tulajdonképpen nem történt semmi az égvilágon sem. Abszolút nem történt semmi. Egy rossz, csúnya beszéd volt, ennyi. Ne legyen bizottság elnök, legyen másik bizottság. Ennyi történt. Majd a Habis polgármester bejött hozzám a zsinagógába, egyébként felmeteges siker. Igen, oda bejött, és azt mondta nekem, hogy ha valaki a világon megérti, akkor az én vagyok. Mert művész, hogy gyönyörűt, és köszönjük, és tényleg. És természetesen várom Egerbe a város tiszteletébe, és ajj. De ha valaki megérti, akkor te művész úr biztos megértesz engem. Engem annyit bántak, hogy mennyire filozófiát vagyok. Ezt mondta ott a zsinagógában. Mondta, hogy nézd, polgármester. Én most itt saját pályán játszom, erről nem beszélgés. Erről beszélgésünk engem. De nem a polgármesteri irodában, mert ugye ott te menek egy cégből, vagy egy vendéglőben, és akkor elmondom neked, hogy egy hatalmas nagy fasz vagy. Tehát ezt tudom mondani jó szándékban. Mert az. Na most, ha egy kulturális értelemben is, meg stratégiailag is számottevő városban ilyen első ember, ő az első, akkor lehet következtetni arra, hogy milyen az average plusz. Lehet egy millió munkahely. Mert meghal 3,5 és 4 millió elmegy. Tehát az a statisztikai adat, ami eléggé friss, hogy 60-70 ezerre tehető azon fiatal értelmiségiek száma, akik, mint a szél. 100-hoz közelít a mi családunkból 3, két unokáért egy fiú. Szegedi ismeretségi körömben, fiatal házas már 3 gyerekkel, a pasas segédmunkás Kászlóhely hasonl, és Júriusban az egész család is soha többé megtesz. Igen, már kívül tudom. Ezek dermesztő számok. Tehát lesz itt egy millió munkahely. Nagyon nagy örömöm, hogy 20 év távolék után a Madárba játszom újra. Ugyanis a Madár Színház furcsa spirituáliához hozzátartozik az, hogy én akkor is madácsos voltam, amikor elszerződtem, és maradtam madácsos, mert a kötődésem már eltérkezett. Világéletem a Madár Színházba akartam játszani, főiskola előtt is, főiskola után is, és megadatott, és most egy véletlen szült ezt a helyzetet. Egyszerűen valahogy a Szente Baj, aki ebben debütált, mint rendező, egyszer Szegeden beszélgettünk, és ott valahogy megérezte a pofán. Hiszen ő nem volt partnerem soha, amikor a különbség között. A feleségének vagy mennyasszonyának voltam, vagyok a kollégája, tehát abszolút nem is ismertük egymást, hogy munka végzés szempontjából, de egyszer csak azt, amit telefonon a Madár Színházból, hogy van egy szeret volna el kedve.
Egyetlen egy vastrom volt, ez egy ilyen kis bibi a dolgot. Én akkor lettem újra apuka. Ami 65 éves korban az emberre ritkán adódik, hogy jött a sárga. Egyébként minden 65 éve elhatározta, hogy egyszer lesz egy sárga. Ez az első. És úgy átsomat vettem, hogy vajon nem kellett az a gyereknek megtanulni, hogy meg tudok állni. Mert azért ez 8 hét kemény próba. Jöttem, mentem, jöttem, mentem, jöttem, mentem, testes, Szeged és a Banát színház között. De elröpett az idő, és olyan kurva nagy sikere a mestéről, mestéről. De egy volt? Hát ez egy felveteges játék. Csumban zsufi telt házzal, rávóznak, örjöngelnek. Jó érzés. Nem is jelent. Mi a 2009? Herceg, a Szilva, Pepu Szilva. Agyam véres, kába. Nem Amerikába tátorgok, de lepusztulva szűk cellába zárva csámbordok. Rab vagyok, adósok börtönében örökbe fogadtam a pecsnyet. Életfogytos zárnak ösztönélem, rosszalkattal ösztönére, míg más ette itta, fizetem a szegye. Szegény Istennek hívő lett, bigott, ördög imádó szajha. Szegény ember, Isten hívő, legott, döglött az imádó sajha. A minta, mint a köd. Belepte a szenny a földet, a kincset elvitte a szajna. Nem látja ember merre a fent, a lent, a dicső végtelent, a győztest, a szertelent, az ágyat, a bágyat, a szemtelent, a pimaszt, a vigaszt. Csak nem telent lát, ki nem teremt mást, csak vermet, hol temetik az embert, a szerelmet. Herceg, ez elvert baszma. Itt téli jő a tavaszra, és a nyárra olyan őszre,